Sziasztok, és köszöntlek titeket a Zsebi Baba csatornán. Ez a BLV, vagy falatkás hozzátáplálás videó második része. Ha nem láttátok volna az előzőt, akkor belinkelem ide felülre, illetve alul is megtaláljátok, és még sok más információt mindig belinkelek a videóboxba, a videó alá. Ebben a második részben arról fogunk beszélni, hogy miért választottuk mi a falatkás hozzátáplálást, és szerintem mik az előnyei. Itt van egy kis lap, azt majd ide veszem, mert felírtam előtte, hogy milyen előnyeket találok én. Igazából nem mi választottuk a BLV-t, én tudtam róla, a Maja választotta. Ugyanis a mi történetünk az az, hogy a Maja olyan 4 hónapos kora óta nagyon nézett minket, ahogy eszünk. Tudni kell, hogy a férjem és én mi elég nagy foodik vagyunk, nagyon szeretünk enni, élvezzük az étkezéseket, hétvégén reggeli, ebéd, vacsorát együtt eszünk, amikor dolgozunk, akkor általában együtt vacsorázunk. Ilyenkor a Maját mindig beleraktuk a döntött kis székébe, és ő nézett minket, hogy mi hogyan eszünk. Olyan 4 hónapos kora körül elkezdett egy kicsit nyúkálni az étel iránt, tehát érdeklődött, hogy mi történik ott, mit csinálunk mi ott. Nem foglalkoztunk vele, gondoltuk, hogy csak így nyúlkál a levegőbe. Majd olyan 4,5 hónapos kora körül szabályosan nyúlt, és hát még akkor nem mutatott, de így sírt, tehát érdekelte, hogy ugyanúgy egy játékot adjak oda neki, ugyanúgy így mutogatott, hogy az mi, őt is érdekli, és néha oda vettem az ölembe, és akkor mindig így hadonászott, na mondom, meg is fogja a kaját, úgyse tudja, mit lehet ezzel csinálni, hagyom, hagy játszon. És többször is volt, hogy oda nyúlt a tányérra, levett valamit, és ő is így rakta bele a szájába, hogy mi. Na mondom, hát ez a gyerek tudja, hogy mire való a kaja, de hát ő még csak 4,5 hónapos, ahogy ilyenkor már talán 5 volt, hát én 6 hónapos koráig kizárólagosan szoptatni szeretném, majd utána elkezdjük a hozzátáplálást. És akkor még eltelt 2 hét, nagyon kinkeservesen, tehát amíg 5,5 hónapos lett, nem lett, hiszen minden egyes alkalommal, amikor látott minket enni, nyúlkát, mutogatott, sírt, hogy vegyük oda, ő is hagy nyúljon bele, és tényleg nem így túrni akarta meg játszani, hanem vette a szájához a lencsét, a salátalevelet, stb. És hát 5,5 hónaposan úgy döntöttem, na hát én akkor elkezdem, de még nem voltam biztos benne, hogy akkor most pürés legyen, vagy falatkás, ugye mind a kettőt ismertem, de a pürés dologból az maradt meg bennem, hogy amikor én Angliában babysitter voltam, egy 7 éves, egy 5 éves és egy 6 hónapos kisgyerekre vigyáztam, és a 6 hónapos kisgyereknek pont eljött a hozzátáplálás időszaka, és én sose felejtem el, hogy minden egyes alkalommal egy ilyen góc volt a gyomromban, hogy na megint akkor menni kell, tukmálni, repülőzni, hogy kinyissa a száját, és csapkodott, és egy kényszenvedés volt, és én csak tudtam, hogy én ilyet nem akarok. Na hát a Maja döntött helyettünk, ugyanis néha, amikor juice-oltam, még olyan 5 hónapos kora körül, kiskanálra raktam egy kis juice-t, hogy megnyalod-e Maja, és ő így nyúlt magáért a kanálért, tehát ő nem nyitotta ki a száját, ő akarta, tehát nagyon is egy ilyen öntudatos, kicsit akaratos is gyerek is, és hát ő akarta, és akkor innen én eldöntöttem, hogy jó, akkor falatkás hozzátáplálás lesz a Majánál. És így összeírtam egy listát, felírtam magamnak, hogy miért, mik a pozitívumok és negatívumok, amit én a falatkás hozzátáplálásról gondolok, és miért választottuk mi ezt. Az első és a legfontosabb az az idő. Kisgyerek mellett örülök, ha élek, és örülök, ha megfőzök saját magunknak. Nekem szabályosan nem is tudom, hogy mikor lenne arra időm, hogy akkor én 2-3 naponta frissen zöldséget, gyümölcsöt még pároljak, pürézzem, eldönteni, hogy akkor most mit pürézek össze, mivel, azt tárolni, egy nagyon kicsi fagyasztónk van fagyasztani, hát ugye én semmiképpen nem vettem volna ilyen bolti dolgokat, de hát ez idő. Így nem kell ezzel törődni, én főzök, annyi az egyetlen változás, de erről majd bővebben úgyis később beszélek, hogy ugye
azért mértékkel fűszerezek dolgokat, bár a maja a körritől a kömény, római köményen át mindent megeszik. Sokkal több zöld fűszert használok, és sót abszolút nem használok, amikor főzünk, hanem utána magunknak, ha kell só, akkor egy kis himalájai rózsaszín sóval megsózzuk, de a majának nem adunk még egyelőre külön sót. A gyerek előbb megtanul rágni és nyelni, erre a pontra majd még visszatérek, hogy a pürénél ez miért nem így van. Élvezi a baba, amit csinál, a családdal együtt teszik, ugye általában én mindig ott ülök a maja mellett, megcsinálom a kis zabkásámat, megcsinálom a majáját is, együtt eszünk és beszélgettünk, elmondom, hogy ez mi, az mi, nézd, ott megy a kertben a cica, nézd, csiripelnek a madarak, vagyis hallgasd, beszélgetünk, tehát része, ha többen is ott vagyunk, tehát ez nem tereli el a figyelmét, hogy ennyien vagyunk, koncentrál az étel, és ez egy ilyen social, mi arra a magyar szó? Nem csapat, na mindegy. Tehát, hogy együtt vagyunk, és mint család együtt eszünk. Nagyon jó a kézügyessége, tehát maga ez, hogy fel kell vennie, a szájába kell raknia, ugye szem, kéz, száj, koordináció, és tényleg játékokban is már egyre-egyre ügyesebb, ugye a Zsebibogyó csatornán csináltam erről videót, hogy játékokat már hogyan rakosgat, milyen szépen, tehát én biztos vagyok benne, hogy ez kihat a szem-kéz-száj koordinációjára. Megtanulja, hogy melyik íz szereti, melyik nem. A maja gyerekkora, még mindig gyerek, egy kisbaba, a kezdetektől fogva megnézi az összeset és választ. Az elején mindig zöldet, avokádót, brokkoli, neki ez szimpatikus, ennek a textúrája, ennek a formája. Ugye, ha pürésen adjuk mindezt, akkor a gyerek ebből annyit észlel, ennek mindennek ugyanolyan az állaga. És nem tud választani, tehát ha összepürézünk krumplit brokkolival, lehet a krumpli ízlik neki, vagy a brokkoli, de a másik nem, és azért utasítja el, mert mind a kettő benne van. Ugye, ha BLV-zünk, külön-külön ki tudja szedni a dolgokat, meg tudja vizsgálni, milyen a színe, milyen az illata, milyen a textúrája. Ez nekem ízlik, nem. Egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen kicsi gyereknek ránéz mindig a tányérjára, ilyen fensőségesen, és akkor én most banánnal kezdem. Ha ott egy málna, a málnát jobban szeretem, akkor a málnával kezdem. Paradicsom most a kedvencem, hú, most a rizs szeretem. És választ, és valamikor megeszi azt az egy dolgot, még mielőtt a többihez nyúlna. Tehát egyértelműen tud különbséget tenni az ízek, a textúrák, a formák, színek között. Tehát ez egy akkora lépés egy gyerek számára, hogy tényleg ő kontrollálja, hogy mennyit teszik, miből mennyit, hú, most ugyanúgy, ahogy mi is. Én el se tudnám képzelni, hogy nekem valaki mindent összemixelné, és akkor na most ebből, amíg tele nem vagy, eszel. És ugyanakkor ugye ebbe a könyvbe is nagyon sok példa van, hogy mi képzeljük magunkat a gyerek helyzetébe, hogy szeret bizonyos dolgokat nem, de ezt nem tudod még kifejezni, és ez mind össze van mixelve neked, és akkor csak nyeld, mint kacsa. Tehát ez egy, én is olyan vagyok, hogy ha meghívnak valahova, akkor mindig szeretem azt, amikor nem elém kimerik nekem, hogy na ezt most neked szántuk, ezt edd meg, hanem én választhatok. Lehet, hogy most rizsből többet kérek, lencséből kevesebbet, lehet, hogy szeretem a paprikát, lehet, hogy ki nem állom a paprikát. Tehát ugyanúgy, ahogy nekünk felnőtteknek is van egy ízvilágunk, érdeklődünk, szeretjük az új ízeket, formákat, ez a világ szerintem legtermészetesebb dolga, hogy ugyanezt megengedjük a gyereknek is, és nem egy homogén állagú dolgot rakunk a szájába, amiről nem tudja eldönteni, hogy most ebből nekem mi ízlik, meg mi nem. Na, ezt szerintem elég jól elmagyaráztam. Segít az étel szabályzásában. Nagyon sok referencia van erre a könyvben is, hogy olyan gyerekek, akik így ehettek, falatkás hozzátáplálással, később sokkal magabiztosak, sokkal jobban ki tudják választani a porciót, amire szükségük van, nem lesznek túletetve, és később az elhízás veszélye is sokkal kevesebb, vagyis alacsonyabb, egy sokkal jobb kapcsolat alakul ki az étellel, tehát soha nem volt semmi rájuk erőltetve, tehát ők választanak, ők ki a döntés.
textúra, íz, erről már beszéltem, ugye sokkal többet használja a száját, mert rág, ízlel forgatja a falatokat, megint nem csak nyel, és ezáltal a beszédfejlődés is sokkal előbb kialakulhat. És erre a pontra szeretnék visszatérni, hogy a baba előbb tanul meg rágni és nyelni. Ez azért nagyon fontos, hiszen ha belegondolunk a pürés hozzátáplálásba, mi történik ott? Jön egy kanál, belerakjuk a kanalat a baba szájába, majd a babában ez a reflex alakul ki, jön az étel, beleburul, nyelek. Ugye a pürét nem kell rágni. Tehát ez alakul ki, és nagyon sok babánál ez nagyon sok ideig megmarad, hiszen sokszor rám írnak szülők, akik pürésen hozzátáplálnak, hogy hú, nekem már 10-11 hónapos, majdnem egy éves a kisgyerekem, és még mindig nem tudok darabos ételt adni neki, mert nem tud nyelni. Ugye, ha annyi ideig pürézünk, nem minden gyereknél, de bizonyos gyerekeknél kialakul ez a reflex, hogy kanál, nyel. Kanál, nyel. Na most, amint elkezdesz kisebb darabú dolgokat adni a gyereknek, ugye jön a kaja, gyerek próbálja nyelni, ugye egy püré simán lecsúszik, mint mondjuk egy krumpli darabka, egy édes krumpli darabka, vagy egy banán darabka, nem csúszik, csak úgy le, azt azért rágni kell, forgatni, összenyomni egy kicsit az állkapcsunkkal, a fogazatunkkal, és ezért van az, hogy sokszor a babák akkor elkezdenek egy kicsit köhögni, vagy ökölődni, hiszen nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy rágni kell, majd pedig nyelni. És ugye én azért is tartom furának ezt az egész pürés dolgot, hiszen ha megnézzük a WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet ajánlását, 6 hónapig korig anyatej, majd anyatej 6 hónapos kortól el lehet kezdeni a hozzátáplálást. Na most ez nem olyan, mint egy startpisztoly, tehát nem az, hogy 6 hónapos percre pontosan a baba és kezdjük. Ebben erről a következő részben fogok beszélni, hogy mi annak a jelei, hogy a baba készen áll, hogy ehet, bármi pürét is, vagy darabkásan is, de hogy ez az ajánlás, majd 8 és 10 hónapos kor között már lehet darabosan összetört dolgokat adni. És ezért kérdem én, hogy akkor... Vagyis ezt úgy kell értelmezni, hogy akár már ajánlják, hogy térjünk át. Na most akkor erre a 2-3, maximum 4 hónapra miért kéne pürésen ezzel a nyelvlenyomó dologgal etetni a gyereket, amikor a gyerek ugyanúgy készen áll, hogy falatkásan egyen. Azért, és akkor 2-3 hónapig pürézünk, majd pedig utána sokaknak nehézséget okoz, nem mindenkinek, de van, akiknek nehézséget okoz, hogy akkor püréről átálljanak a darabosra, hiszen a pürézés azzal jár együtt, hogy a gyereknek ugye öntjük a szájába kanállal ezt a homogén pürét. Tehát számomra ez az egyik fő érv arra, hogy ez a rágás biztonsága a nyelés. És amiről még itt szeretnék beszélni, az a falatkás hozzátáplálásnál nagyon sokszor felhozzák ezt az ökölődés, fuldoklás dolgot. Na, fuldoklásról szinte soha nem is kell beszélnünk, de ökölődés nem egyenlő fuldoklással. Hoztam ide egy kis modellt, jó, hogy a klinikán vagyok, ez amúgy egy fülakupunktúra modell, de most képzeljük el ezt, hogy egy nyelv. Felnőtteknél is létezik ez a reflex, csak nekünk a nyelvünknek tényleg a leghátsó részén van ez. Ugye, ha valamit hirtelen hátra megy a torkunkba, vagy ha egy nagyobb gyógyszert kell lenyelnünk, vagy hátra dugjuk az ujjunkat, nekünk is van ilyen reflexünk, ugye ez az ökölődés. Na most ez egy kisbabánál tényleg nagyon sok mindentől függ, de általában olyan középen van, és ez jól is van így. Ez azért van, hogy amikor még nagyon pici és esetleg földön kúszik, és bevesz valamit a szájába, akkor ne nyelje le, hanem így kitolja a nyelvével. És ugye gyereke válogatja, ez szépen húzódik hátrébb és hátrébb, és szépen megszűnik ez, hogy ugye kilöki a dolgokat a nyelvével, és az is, hogy ökölődik. De az ökölődés ugyanúgy egy ilyen
safety, egy biztonsági mechanizmus marad. Ez azért van, hogyha hirtelen a gyerek egy olyan falatot próbálna lenyelni, ami számára túl nagy, akkor elkezdjen ökölödni, hogy azt ne tudja lenyelni. Tehát ez igazából jó. Erre nem úgy kell gondolnunk, hogy úristen, ökölődik a gyerek, fuldoklik. A fuldoklás egy teljesen más dolog. A fuldoklás az azt jelenti, hogy a gyerek légcsövét elzárta valami. Tehát fuldoklásnál nincsen hang, tehát ha a gyerek egy kicsit félrenyel valamit, én is félrenyelek néha egy kis vizet, vagy ezt-azt, akkor... köhögünk. És ez egy nagyon jó dolog, hogy a gyerek megtanulja ezt, hogy ó, csiklandoz valami, vagy hátra megy valami, köhögök. És ilyenkor nagyon fontos, hogy hagyjuk a gyereket köhögni, hiszen ha halljuk, hogy hangosan köhög, az a legjobb dolog, hiszen akkor tudja, hogy mi a dolga, és úgy tisztítja ki ott a légcső és a nyelőcső körüli dolgokat. Fuldoklás az olyan lenne, hogy annak mi... az valami ilyen, így néz neki, ugye hiszen a fuldoklásnál a légcső teljesen el van zárva, tehát nincsen levegő, nincsen hang, nincsen köhögés, az egy fuldoklás, de tényleg szakirodalomban, a könyvben, baráti társaságban, Facebook csoportban is szinte soha nem találkoztam még olyan anyukával, aki azt mondta, hogy fuldokolt volna a gyereke. És hozzáteszem, hogy pürétől is tud ugyanúgy ökölődni, mint ahogy falatkás hozzátáplálásnál is, tehát tényleg ne ez legyen a félelmünk. És szerintem egyébként sokkal nehezebb, hogyha ugye hozzászoktattuk a gyereket ehhez a nyelv lenyomós reflexhez, hogy lenyomjuk a nyelvét kanállal, mert ugye megy a püré, és akkor ez így megy hónapokon keresztül, majd hirtelen elvárjuk tőle, hogy akkor most ő tudja, hogy amikor oda kerül a nyelvre valami, akkor azt nem csak nyelni kell, hanem rágni. Tehát ezt már nem akarom tovább ragozni, én tényleg, ha belegondolunk, hogy hogy van a szájüregünk, a reflexek kialakítva, szerintem ez is arra mutat, hogy a falatkás hozzátáplálás egy biztonságos, egy észszerű megoldás, de természetesen fel kell rá készülni, az anyukának tudnia kell, hogy egy-egy ilyen ökölődés normális dolog. Ha megtalálok, berakok ide egy videót, mert felvettem egyszer, amikor a Majának egy nagyobb brokkoli darabot adtam, és Maja, ugye már nagyon profi kis bielvés baba, azt hitte, hogy ezt le tudja nyelni, és hátra nyelte a brokkolit, majd... pár ökölődéssel előrehozta, és most már nem emlékszem, hogy kivette a szájából és megrágta, vagy kiköpte az egészet, hogy ez neki túl nagy. Tehát még egyszer mondom, ez biztonsági mechanizmus, és ez nagyon jó, ha a gyerek tudja, hogyan kell ökölődni, ha a gyerek tudja, hogyan kell köhögni, és sokkal nagyobb az esélye, hogy ezt meg is tanulja, ha hagyjuk, hogy ugye a saját szájüregével, kezével dolgozzon, rágjon, nyeljen. És ugye még egy dolog, amit nagyon sokszor olvasok, hogy a gyerekeknek, hát valakinek még egy foga van, két foga, öt foga, nincs foga, raktad-e már egyszer bele a gyerek kezébe, szájába az ujjadat? A Maja fog nélkül is úgy rá tudott harapni a kis fogatlan ínyével bármire, hogy simán annó, ugye amikor 7 hónaposan jött az első foga, tehát igazából másfél hónapig fog nélkül simán párolt zöldséget, banánt, ilyen puhább dolgokat, közepesen kemény dolgokat simán össze tudott törni, fog nélkül is, és egyszerűen láttam rajta, hogy rág, hogy tényleg nem csak nyeli, mint kacsarnok edli. Az egyetlen negatív dolog, amit fel tudok hozni a BLV ellen, az a takarítás. Ez megint kajája válogatja, természetesen, ha egy szószós, tésztás dolgot adunk a gyereknek, ami mehet mindenhova, sokkal többet kell takarítani. Nálunk most már így 9-10 hónaposan a Majánál reggeli után szinte semmit nem kell takarítani, tehát amikor gyümölcs van zapkásával, hiába eszik kézzel, betalál a szájába, ügyesen eszik. Az ilyen dolgoknál mondjuk, hogy rizs, kinoa, kuszkusz, tehát apró szemű, amit nem kanállal eszik, hanem a kezével, ugye akkor mennek darabok, jobb esetben a kötényébe, rosszabb esetben a földre. Én hozzászoktam ehhez, ez nekem 5 perc extra munka per kajálás, tehát 15 perc naponta. Megvárom, amíg egy kicsit megszárad, utána seprűvel
és lapáttal összesöpröm, majd pedig egy kicsit feltörlöm. 5 perc munka, ez tényleg belefér. A második negatív dolog, talán amit említeni tudok, és a könyvben is ezt írják, az, hogy a sok jó akarónak a beszólása, amivel hogy védekezni kell, ugye, amikor meglátják emberek, hogy úristen, a te gyereked így eszik, ezért fontos, hogy felkészült szülők legyünk, válaszkészülők, és tudjuk, hogy miért etetjük a gyereket így, és elmagyarázzuk neki, hogy ez igenis egy megoldás arra, hogy a gyereket hozzátápláljuk.